és a testre szabott Teletubbies csak nekem és csak az én lányomnak. Reggel bemutattam, aztán értetlen pofát vágott mindenki. Yeah. Jó reggel! 6 óra, 15 perc. Teletubbi földön felkelt a nap. Egy nap Gáborka, Nórika apukája felébredt. Zajokat hallott, ezért elindult Nórika szobája felé. Lassan lépdelt egyre előre. Egyszer csak a folyosón egy lila ruhás alakot látott átsuhanni pont Nórika szobája felé. Oda lépett a szoba ajtajához, és mit látott? Tinky-Winky, Lalapó és Dipsy ugráltak Nórika ágya körül, vidáman énekelve. Ahogy ugráltak, Tinky-Winky kistáskáját, Lalapöttyös labdáját, Dipsy a kalapját bedobta Nórika ágyába, Pó pedig az ágy mellé támasztotta rollerét. Mivel Gáborka azt hitte rosszul lát, és csak álmodik, visszament szobájába aludni. A hangok egyre halványultak. Mikor Gáborka újra felébredt, már nem hallott különös hangokat. Oda lopakodott Nórika szobájához, bekukkantott az ajtón, és ekkor Gáborka megdöbbent. Mert miközben Nórika mosolyogva üldögélt az ágyában, ott hevert mellette Tinky-Winky táskája, Lala labdája, Dipsy kis kalapja, és az ágynak támasztva ott csillogott Pó gyönyörű rollere. Nem szép? Gáborka odalépett Nórikához, és megkérdezte. Nórika, hogy került ide Tinky-Winky táskája, Lala labdája, Dipsy kis kalapja, és Pó gyönyörű rollere? De Nórika nem válaszolt, csak nézte Gáborkát, és kacagott. Tessék! Hát ez gyönyörű. Ugye? Jó, hát nem, ez ismerni kell, tehát ez nyilván nem mindenkinek bírt szórakoztató értékkel, de tudni kell, hogy valóban ezekhez a figurákhoz, ezekhez a tárgyak párosítható csak. Amit ebben az országban csak te tudsz, hogy de várj, ki nem igaz, nem igaz. Armand háromszor fölmondta, hogy tökéletes legyen, Lacika összepakolta hangra-hangra, Gábor meghallgatta, és így az első mondat, Lalának nem is pöttyös a labdája. És így álltunk Lacikával, hogy te ütöd meg, vagy én. Jó csákó ez a Gáborka. Nem szta ki az ablakon a négy kis kolorköcsögöt? Kolorköcsög. Azért ez szép. Mert hajnalok hajnalán puccos bált rendeztek a kecójában. Jó anyag lehetett üzeni a kanabisz kukta. Négy kis kolorköcsög. 6 óra, 58 perc. A telefon segítségével áthidaljuk ezt az óriási távolságot, amely köztünk és Lajos között van, mert hogy ő Dél-Koreában tartózkodik, egy bumeránk hallgató a hóna alatt. Pontosan én sem tudom, mit csinál kint, tehát a lényeg az, hogy... Kiállít. Hát nem ezért ment ki. Nem ezért ment. Figyelj, de azért te is nagyon jól tudod, hogy most bárhova a Lajos megy, olyan hely nincs, ahol nem állít ki. Tehát ő sajnos, nem sajnos, mindegy, de hát ő az emberekre most rátukmálja a képeit. Tehát én azért nem engedem be hozzá, mert egyszerűen kiállít. Van annyi szabad fal felület? Nincs, de hát akkor is kiállít. Képeket vesz le és rak a helyére. Így van. Bárhova megy a Lajos, kiállít. Hihetetlen. Lajos, tudom, hogy egy észak-koreai kérdés, amit most felteszek, de... Fel az észak-koreai. De ugye Kim Jong-ilt most ugye egy fotón bemutatták, hogy mégiscsak él, aztán ma azt a hírt láttuk, hogy hamis a fénykép, mert az egy 3 évvel ezelőtti kacsafarmon történt fényképezkedés eredménye. Te onnan délről mit látsz? Hát várjál, itt van Austin, a mi idegenvezetőnk. Odaadom neki a telefont, hogy nyugodtan angolul kiválóan beszél. Yeah, hello. Hello, how are you? I'm very good. Hi, nice meeting you. Hi. Más kérdés fogok neki fölteni. What do you think about the old man who gave you the phone? I think he's a very good guy. He's a very humorous guy. He's always sort of very funny. I have seen his pictures. Okay. He's a very good artist. Azt mondja, nagyon jó, mindig vicces, nagyon vidám férfi, és láttam a képeit, hogy milyen tehetsége. De ettől vicces vagyok. Igen, szerintem a Lajos meg azt hiszi, hogy Kim Jong-ilről beszél. Yes. Okay. Thank you very much and have fun with the group. Thank you. Bye-bye. Itt vagyunk. Na, Kim Jong-ilről azt mondta, hogy nagyon vicces figura. Szintén fest. De, figyelj ide, szerintem félreértette, és rám nézett, amikor Kim Jong-il...
Nem, nem, rólad vagy... kérdeztem, csak nehogy le, hogy utána kirúgjad. 8 óra 44 perc. Ákos, kezd el te. Én a Big Gun-t választottam. Big Gun az isteni, jöhet. Nincs zene hozzá semmi, tehát teljesen a kapella. Abszolút, abszolút. Itt állok a Bakcsima pontnál felüljáron. Akkor van közönség, akkor még jön. Így van, így van. Okay. Na gyomasd, Ákos. Big Gun! Big Gun! Big Gun! Big Gun! In the hell of the you! Raining on the radio, big ear some TV. Raining on that corner name, rain the hell of me. Most nyomjad be. Honey, no, running a fight, running a hole, running a ride. Big gun, big gun, in the number one. Big gun. Yeah! Ákos! Rendben van! Néztek ott? Tehát olyan furcsa arcod, ilyen... ilyen... Hát ha a hátam mögött lévő az villográm gyanítja, hogy én lehetek. Oké. Okay. Zsolt, felkészültél? Felkészültem. Miből énekelsz nekünk? Hát én a Back in Black-et választottam. Back in Black! Nagyon állat! Jó van! Zsolt, a színpad a tiéd. Back in black, I'm back. It's been too long I've left to be back. Yes, I'm get loose from the news. That's kept me hanging around. I'm looking at the sky, it's getting me high. Forget the hurts, cause I never die. I got nine lives, cat's eyes. Cruising every room and never wondering why. Cause I'm back. Yes, I'm back. Well, I'm back. Yes, I'm back. Well, I'm back. Yes, I'm back. Back in black. Yes, I'm back in black, back in the black of a Cadillac. I'm worried about, I'm a power pack. Yes, I'm in a bang, with a gang. They got the cash, move the weapon we hang. Cause I'm back on the track and I'm beating the flag. Nobody gonna get me another rap. So look at me now, just making my play. They try to push my life, cause they get in my way. Cause I'm back. Na, ezek voltak a mai nap legjobb pillanatai. Voltak komolyak, szóval az AC/DC verse nagyon rendben volt. Nem tudom, hogy a következő napokban vajon lesznek-e ilyen jók. Hát gyerekek, hát... Ettől kezdve csak azok jöjjenek be, akik körülbelül ilyenek, vagy ennél jobbak talán. Nézd, én azt nézem, hogy a szórakoztató érték magas legyen. Tehát itt... De itt volt. Hát igen, igen, abszolút. Jó. Most már jöhet egyébként szájjal esetleg, bejöhetnek a szájdobosok, tehát ki lehet hozni a dobokat is. Az lesz majd a szép. Szájdobos, te most ezt téveszed az Eminemmel. Tehát a Big Gun-os nyomott azért az alá. Az igen, az a gitárokat nyomta alá, bizony. Na jó, Csizi vár bennünk, a Csizi is baromi nagy AC/DC rajongó, de őt, szia Csizi, de nem ér rá a szem akkor, és akkor nem tud elmenni. Sajnos erre a nagyon sajnálom. Nagyon sajnáljuk. Jó, köszönjük szépen a segítséget a Dream Teamnek, itt volt velünk ma reggel is Baj Anita, Brian, Cing Gyula, Dőri Endre, Erdei Sándor, Forrás Robi, Gombos Elina, Gulyás Zoltán, Horváth Gyula, Indián, Kautsky Arman, Kis Anikó, Komjáti Zoltán, Kovács Gabi, Molnár Móni, Hős Ildikó, Sebők Péter, Tóth Réka, a kitűnő Voga processzor úr, örök barátom, Bocskor Gábor. Ó, ez mi van? Megtudja. Ne. És a dél-koreai vulkánt nyalogató talpában művész úr, Boros Lajos. A festő. És... holnap újabb AC/DC verseny, tehát keresünk egy kihívót, így van. Ez egész héten megy. Ez azon gondolkodtam, hogy jó jár ez, aki az elején száll ebbe a buliba? Figyelj, nincs veszíteni valója. Az biztos. Tegnap még úgy volt, hogy sehova nem megy. Aha. Jó, de... Tehát, ez jó. Te figyelj, hova mész? Én ma sehova. Látod? De holnap. Hát igen. Igen. Nem, ez...
nézd, aki elsőnek jelentkezik, valószínűleg azt gondolja, hogy nem pénteken akar majd rácsapni, hanem ő már elején meg akarja mutatni, és van esélye arra. Na, na. Hát lehet belőle kedvenc, meg lehet, hogy megszeretjük. Aha, ja, tényleg. Azért mondom. Aztán legyen, utolsónak meg nincs esélye arra. Ez az én ACDC-s csávom. Így van, pontosan. Most már jöhet az új. Holnap folytatjuk, mindenkinek szép napot, jó műsort a Csizivel, és reggel 3-6 után 6 perccel szerintem kezdünk. Sziasztok! Csőkutya! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire Magyarország hallgatói ébrednek, amivel garantáltan elindul a reggel.